A magyar lányok és a romalányok között a, az a differencia, hogy azok könnyebben ö, mennek így a fiúkkal, könnyebben pasíznak, jobban. Egy lánynál azért ott van az apának a szigorja, hogy én is 25 évesen két barátot tudhatok magam mögött. Szia Evelin! Hát köszönöm a meghívást, szia! Köszönöm, hogy eljöttél. Már most előre bocsájtjuk azt, hogy mindketten keveset aludtunk. És ez nem fog megakadályozni minket abban, hogy azért egy nagyon jót beszélgessünk, ugye? Abszolút, de hát sajnos, aki egy pörgős életet él, és azért tevékenykedik a hétköznapokban, az nem sokat alszik. Annak a hétvége arra való, hogy aludjon, és aktív töltődéssel visszatöltse azt, amit hétfőtől péntekig kinulláz magából. <laughs> ez így van, ez így van. Evelin, hogy éled meg azt, hogy a szüleid gyermeke vagy? Hát az, hogy hogy élem meg, hogy a szüleim gyermekem van, isteni áldás, mivel szerintem mindenki a szüleinek hálás lehet egyrészt, hogy felnevelték, és a világra hozták, mert hogy ha nem hozták volna a világra, nem tudna ilyen szépen itt ülni. És én nagyon hálás vagyok a jó istennek, hogy egy ilyen szerető és gondoskodó családot kaptam, ami szerintem nem hétköznapi manapság, mert azért a család egy olyan érték, ami számomra nagyon fontos dolgot tölt be az életemben, viszont a mostani rendeket nézve, a család már így a fogalmat is nézve, átalakult illetve nem kerítenek olyan hangsúlyt neki, mint ami szerintem érdemes lenne. Milyenek a szüleid, és milyen vagy te a képernyőn kívül? Mert ugye azt tudjuk, hogy van egy forgatókönyv, sok mindennek meg kell felelni, de azért biztos, hogy van egy másik élet, ami, ami a reflektorfényen kívül zajlik. Hogy az milyen? Ez egy nagyon jó kérdés, mivel Magyarországon sajnos nagyon sok a buta ember, aki a tévéképernyő is a újsághasábok által határoz be, és ezáltal nagyon sok sztereotípja van az emberek fejében. És ez egy nagyon kellemes kérdés. Soha senki nem kérdezett még ilyet, úgyhogy köszönöm szépen. Én milyen ember vagyok? Én tényleg próbálok így a földön maradni. Ez amúgy a szüleimnek köszönhető, mert amikor így elrepültem, vagy elvittek ezek a külsőséges dolgok, akkor mindjárt jött és akkor elkezdte ott elővenni a magasabb hangnemet, meg hogy akkor álljak le, meg stb. stb. Meg ugye ott van apá, apukám, ugye őnál van ez a győzike. Győzike, mikor a média, meg a tévé. Gáspár győző, mikor ő otthon van, és ő nagyon szigorú édesapa, ezt senki nem gondolná róla, de erre azt szoktam mondani, ha apukám olyan lenne, mint a tévébe, akkor valószínűleg nem lenne egy ilyen lánya, mint én, akinek most mindig ezt szoktam példálozni, ott van a, diploma, ott van két felsőfogó nyelvvizsga tanultam itt-ott, édesapám azért nem dobálta szét a pénzt, hanem szerintem megteremtett egy családi otthon, nekünk olyan életet teremtett meg, amiről sokan így álmodnak, és tényleg én nagyon hálás vagyok neki, hogy neki ugye dobta ezt a lehetőséget az élet, hogy ő, ő egy ilyen valóságsóba kezdett, és azóta akkor ugye mindenki kinevette, lenézte őt, hogy hogy csinálhatod, ezt nagyon sok olyan ember is lenézte őt, aki most már valóságsózik, Na mindegy, és ezért szerintem ez, ez nagyon ilyen tiszteletre méltó benne, hogy azon felül, hogy a, média, a magyar média történetben tananyag, ezt azért már hát kimondhatja el, az édesapját tanítják, azért valamit azért csak tud. A másik meg az, hogy tényleg én büszke vagyok a, a, arra, hogy ők 26 éve házasok, és egymás mellett. Azért tényleg ő nekik volt nagyon mély pont, nagyon magason, és mind a, a, a kettő állapotban együtt maradtak. És ott van, hogy a család az együtt van, nem az, hogy ugye apukámnak van három felesége, és akkor van három különböző anyukától gyereke. Mert manapság azért ez is trend, hogy jóba együtt vannak, aztán jön egy kis probléma, probléma mélypont, és akkor szétmennek. És akkor megy balra, jobbra, és akkor azzal a gyerekkel, azzal az emberi élettel pedig nem törődnek ami szerintem egy nagyon felelőtlen dolog, hogy, hogy emberi életeket így létrehozni ebbe a világba, hogy utána szegény szenved. Szóval én nagyon hálás vagyok a, a sorsnak, hogy egy olyan családom volt, ezáltal egy olyan gyerekszobám, idézőjelesen, ami tényleg szeretetben, együttlétben és nagyon sok jóval telt. Egy gazdag gyerekszobám volt, ha mondhatom ezt a kifejezést, és ezt nem a anyagi javakra értem, hanem arra, hogy tényleg az anyai, apai minta illetve az, hogy törődtek velem, az, hogy anyukám például leült velem tanulni, nagymamám is leült velem, és akkor ott például tanultam olvasni, ez olyan szép emlék maradt bennem örök életemre, hogy, nekem az nagyon nehezen ö, jött el az a pont, hogy én a betűket, és akkor ott izé görcsölt felettem már a papa, mama, anya, úgyhogy nagyon vicces volt. Úgyhogy tényleg ez a gyerekszoba szerintem nagyon sok dolgot meghatároz így a későbbi életünkre, hogy, hogy tényleg az emberben ez az irítség kérdése is legfőképp itt Magyarországon, hogy észreveszem, hogy, hogy én nem vagy én, ha valakinek van, a jó Isten adjon neki még többet, és tényleg akkor valamit jól csinál, mert mindenki saját magának igazgatja az életét, és, és ezt szerintem onnan gyerekkorból hozod magaddal. Vagy ha te megkaptad ö, érzelmileg azt a szüleitől, valószínűleg kevesebb az esélye annak, hogy te irigy leszel a másikra, hogy most neki miért, meg hogy. Úgyhogy ö, én ilyen szempontból nagyon hálás vagyok így a szüleimnek, mert szerintem kaptam egy olyan neveltetést tőlük, hogy így... Ö, én most már elfogult vagyok így magammal, de szerintem az értékeim nagyon rendben vannak, meg a, a látásmódom így az élettel kapcsolatban szerintem rendben van, és ez nekik köszönhető. És én tényleg nagyon hálás vagyok nekik, hogy ő a lehetőségükhez képest a legjobb ö, helyeken tanítattak, magántanárok, edzők, és minden jót, amit ők tudtak nekem, ők megadtak. Evelén mennyire fogod továbbvinni a roma kultúrát, a hagyományokat? Hát, ugye mi a cigányok között is van többféle típus. Mi ugye rumungló cigányok vagyunk, ez a legmagyarosabb, a, általában azt szokták mondani, ezek az zenész cigányok. Hát nálunk a különös tradíciók nincsenek, már így kikoptak az évek folyamán, nyilván azért még, amit a magyarhoz, magyar átlag párhoz képest van differencia, Viszont ilyen nagyon széles, radikális differencia. Például, hogy az, hogy csak a nők szoknyában járhatnak, a nők nem vegyülhetnek férfi társaságba, meg nem vezethetnek, meg hasonlók, ez nálunk nincs. Meg most már ahogy így látom, így, így a olá cigány barátainknál is ez így már tökre fellazult, ők is így próbálnak felzárkózni, illetve így magyarosodni ilyen szempontból, hogy tanítjatják a gyereket. Nem az van, hogy 8 általános után a kislánynak már házasodni kell, hanem még mennyiért csináld, szakmád legyen, és akkor legyél egy önálló nő, aki dolgozik, és besegít a családi kasszába, mert ugye az volt eddig, hogy volt a férfi, és akkor ő ment dolgozott, otthon van az asszony, és akkor nevel a gyermekeket. Nem? Evelin Roma férjed lesz, vagy ki tudja? Hát ezt a jó Isten tudja egyedül, hogy nekem milyen nemzetiségű férjem lesz, magyar, nem tudom milyen. Én nem vagyok ilyen elzárkózó típus ebben a kérdésben. amiért majd a sors nekem szánt, azt majd az utamba hozza, és akkor majd páromra találok. De nem vagyok elzárkózva. Én, én nyitott vagyok, mert ö, nekem nem ez a fontos, hogy ki, hova, milyen nemzetiségű, hanem az, hogy engem tiszteljen és őszinte legyen velem. A többin azon tudunk alakítani. Szerinted Gáspár győző milyen próbák elé fogja tenni a itt. Azt tudni kell, hogy nálam ez a női öntudatra ébredés nagyon későn jött el. Húsz éves voltam, amikor volt először barátom, mivel voltam két évig, aztán volt egy következő barátom, szintén két évig, és most 20 éves vagyok, és most egyedül vagyok egy éve már. Édesapám, az milyen próbatételek? Hát neki az nagyon fontos, ő próbált csomó fiút így rándobni, akivel ő jó kijön, meg jól elbeszélget, meg ilyen tök jó haverságban vannak, akkor az már az Evelinnek jó lesz. Általában azokkal a fiúkkal én nem találom meg a közös hangot, mert hát inkább azt édesapámra kíváncsiak meg, hogy győzik a -e, úristen, egy kis rajongó fiúk, és neki ez így szimpatikus az, hogy a édesapám az Magyarország egyik legismertebb embere, és nem az Evelint nézi, aki valóban az a lány, vagy mert én bejövök neki, vagy a belsőm. És így apum az szeretné, hogyha egy olyan veje lenne, akivel ő ilyen nagyban van, és akkor ott vannak ezek a fiús bandázások, és úgy kezeli őt, mint a fiát. Úgyhogy neki el, ez ilyen, nincs ilyen próbatétele, neki inkább ez ilyen kritérium, hogy neki a veje az ilyen legyen. Mert sajnos az eddigi barátaimról nem mondható ezzel, hogy ilyen karakterek lettek volna. Lehet, pont ezért, mert, mert tudtam, hogy apumnak ez ilyen plusz. És ez a két barátom pont így elzárkózott tőle, és az, az úgy, úgy el volt. Szerinted mennyiben járultatok hozzá, hogy az magyar emberben a romák iránti szemlélet? Megváltozzon. Szerintem Azt... úttörők voltunk ebben, hogy a romák,. Ö... A megítélésén változtattunk egy pozitív irányba, és szerintem apum elindított egy olyan revolúciót itt a romákkal kapcsolatban, hogy ők is elkezdtek fejlődni. Öt éven keresztül ment a jó három évet még utána az édesértben, és láttak ott az emberek, meg azt is hogy egy tanítatás, tanítattak szüleim, stb. stb. És szerintem például ezzel tudok érvelni, mert nagyon sok ismerősöm utána így elkezdett tanítatni a, a gyerekeit, járt hozzá magántanár, magánedző, ami ugye nálunk kezdődött el. De ez nyilván azért van, mert édesapám akkor már olyan körökben mozgott, ahol ez volt a norma. Nyilván ez magyarok körökbe fordult elő, mert a magyaroktól csak tanulni lehet, így szoktam mondani ezt nagyon sok cigány. A magyaroktól tényleg ugye azok előttünk járnak, tőlük tudsz tanulni. Szerinted a magyarok mit tanulhatnának tőletek a romáktól? Tehát nem, nem a, a, a Gáspár családtól, hanem úgy általában a romáktól. Mit tanulhatnánk tőletek? Hát ezt a, a vendég szeretetet, vendéglátást, mert sajnos volt már olyan, hogy mentünk mondjuk baba látogatóba, édesapám egyik kedves barátjához, Hát amikor ő jött hozzánk, ugye nagyon készült, felhívta őt telefonon, mit szeretné lenni, milyen üdítőt. Mit szeretne? Igen, igen, tényleg ott minden volt. Hát ő meg elmentünk hozzába a látogatóba, bejelentkeztünk, stb. stb., és egy pohár vizet nem rakott ki. Hát ott nekem akkor egy nagyon nagy csalódás volt, hogy a magyaroknál utána volt még pár ilyen ö, ö, ö ö, dolog, hogy mondjuk elmentünk így látogatóba, és tényleg egy pohár víz, amíg, amíg annyit se kaptunk. És ez nekem ez így nagyon rosszul esett, hogy tényleg mész hozzá a látogatóba, és még annyiban nem tisztel meg téged. Mert szerintem egy pohár víz kávé manapság nem nagy luxus. Ez az, az ezt a vendéglátás, szerintem ezt tanulni kéne sok ö, magyarnak, meg ö, így ez a családnak a mintája. Uh -huh. meg talán az összetartás. Egyrészt az, meg így erkölcsileg. Mert manapság azért a... a nem, is, nem nem akarok senkit így megbélyegezni, de a magyar lányok és a roma között a, az a differencia, hogy azok könnyebben ö, mennek így a fiúkkal, könnyebben pasíznak, jobban. Egy lánynál azért ott van az apának a szigorja, hogy én is 25 évesen két barátot tudhatok magam mögött. Hát ez az én koromban azért már több pasit felszoktak emészteni a, a csajok. <laughs> ez így van. Mi lesz a te hivatásod, mit gondolsz, ami így végigvezeti az életedet? Az én hivatásom, hát, ebben még keresem magam, de hiszem azt, hogy nekem ugye az emberekkel van valami ö, ö, dolgom itt ezen a földnevű helyen. Mert ö, rájöttem, hogy nekem az, hogyha így valakivel beszélek, akkor a hatást tudok rá ö, adni. vagy nem is tudom, hogy nekem ilyen tanító jellegem van. Ezt a szíved mondja, vagy az egód? Ezt a szívem mondja, abszolút, abszolút, mert szerintem jó példát mutatok, azért a szívem mondja, mert jó példát mutatok, ami mögöttem van, produktum az embereknek, ezáltal így felnéznek rám, és úgy fogadják be, hogy az, mint egy tanító, vagy nem is tudom. Értem. És hogy keresed majd ezt az utat, vagy mit fogsz csinálni, hogy hogy találj erre, rá? hogy, hogy ami, ami oda vezet, hogy te emberekkel foglalkozz? Van ö, pár tervem, de én a terveimről nem szeretek beszélni, mert ez mindjárt olyan, hogy kiragadja egy újságíró, felfújja, aztán abból lesz ilyen íze, és akkor akárhol megyek, aztán ezzel összemosnak, meg a tervek azok olyan, hogy Isten terv, nem, ember tervez, Isten végez. Én a terveimet soha szoktam kiadni, hogy én mit, hogy akarok, meg ilyenek. Van pár opcióm így a fejembe, most azon úgy ködök, hogy az egyik azon összejöjjön, és akkor majd én nem tervekkel, hanem majd produktumokkal szeretnék villogni. Evelin, milyen vagy, amikor amikor valami kudarcér vagy szomorú leszel? Tehát, hogy milyen az Evelin olyankor? Amikor kudarcér és szomorú vagyok, ez egy nagyon nagy személyiségbeli fejlődés az utóbbi időben nálam, mert régen nagyon rosszul kezeltem is. Nagyon nagy hiszti és uh, ilyen dűrohan volt rajtam, állandóan kiabáltam, meg, meg akár akivel beszéltem, így összeveztem. de most már ezt így megtanultam okosan kezelni, és amikor így uh, rossz dolog ér, akkor inkább elvonulok és egyedül vagyok, és uh, próbálom ezt uh, letisztázni magamba. Vagy pedig abban menekültem, hogy elkezdtem nagyon-nagyon sokat enni. És ezzel vigasztaltam magam, hogy, hogy így uh, kajálok. És most miben fejlődtél? most abba fejlődtem, hogy ha így kudarc vagy ö, negatívum ér, úgy fogom fel, hogy ez egy tanítás, mert nekem sokkal jobb jár. Ha a világ vezetését három napra neked adnám, a, elhangzott itt a beszélgetésünk elején az esélyegyenlőség, és ez hozta magával a kérdést bennem, mit csinálnál? Három napon keresztül? Igen. A világ egész vezetése nálad lenne. Milyen döntéseket hoznál? Hát az első az biztos az lenne, hogy mindenkinek biztosítanék vizet, áramot és lakhatást. Mert szerintem ez az alapvető dolog ahhoz, hogy el tudj indulni. És azt, azt tud mondani, hogy jó reggelt. Ez az első, az első napom. Ugye ez, hogy így ö, mindenkinek tisztázott, nyilvánvaló ez a, a, társadalomba is okozna egyfajta billenést, mert ugye így vagyunk a társadalomba, vannak különböző rétegek. közelednének egymáshoz. Igen, és igen, valószínűleg közeleség lenne. A második nap az, hogy ö, az embereknek a, a mentalitásán egy kicsit így elkezdenék ö, valamiféle ilyen ö, megszorításokat vagy ö, ilyen rendeleteket hozni, amivel azt tudom okozni, hogy ö, elmenjen ez a gyűlölet és ö, rossz indulat az emberekből, és afelé menjünk, hogy mindenki elfogadja magát és megszeresse magát az önszeretet. A második napom az inkább olyan ö, tanítós lenne. Az első az, hogy megadom nekik az alapokat, második nap egy kicsit tanulunk, és a harmadik nap pedig az, hogy élvezzük a, a, azt a létet, hogy itt vagyunk, hogy hálát adjunk neki, és ö, tényleg az, hogy gyógyítsunk a betegségeken, hogy például a gyógyíthatatlan betegségek, mint például rá a rák, vagy az éjt, segítsek ilyen embereken, ö, ilyen gyógymódot kitaláljak. Szóval a, meg, a harmadik nem? nap ilyen mentalitásba telne. Ha miniszterelnök lehetnél itthon, mit csinálnál három nagyon erős intézkedést? És csak rajzad múlna. Három nagyon erős intézkedés. Hú, ez nagyon fogós kérdés itt Magyarországon. Hát az oktatási rendszert azt megreformálnám, azt mindenképp. A második az, hogy egyenlő bánásmódot adnék roma, nem roma, akármilyen legyen, legyen egy a kisebbségekre gondolsz elsősorban. Igen. A harmadik az, hogy egyenlősíteni így a bérarányokat. Talán az. Meg így az, hogy például a kórházi dolgozó kellőképp meg legyen fizetve, mint például egy köztisviselő. Mert szerintem, ha bemész itt Magyarországon egy állami kórházba, Szörnyű állapotok uralkodnak, és és nagyon sokan ugye kivándorolnak pont emiatt. Uh -huh. És tényleg én itt a bérekkel kezdenék olyan dolgot, hogy az nagyon vonzú legyen, és megérje tanulni, és az embereket itt marasztalja Magyarországon, mert tényleg amúgy a, a magyarok, azok szerintem nagyon különleges nép, akárhol, ugye 10 millióan vagyunk közel, és akárhol műsz, tényleg a leghülyébb helyen voltunk ott indiában, és de találkoztunk magyarokkal. Ez, mindenhol ott vagyunk egy. Másik része nem nagyon tehetséges és nagyon okos nép vagyunk, a jéghátán is megélünk. Csak nem hiszik el magunkra. Igen, a lábecsik magunkra, hogy a jéghátán is megélünk. Ezt szerintem abból is jön, ugye ez a sokáig volt, ugye, szocialista állam, késő jött a rendszerváltás, későn zárkóztunk fel, stb. stb. És ezáltal a magyarok olyanok lettek, hogy tényleg így, így mindenféle kiskapunk mennek, és megtalálják azt. Jól érzem, mert, mert te vagy a sokadik olyan vendégem, aki Akinél érzem azt a fajta kis szomorúságot, keserűséget, ami a celebritással jár, az emberek rossz indulata, ahogy ahhoz érkezik. Mit van, az mit kellene tenni, hogy, hogy ti azért, persze, mert ahol jó jön, ott a, a rossz is jön, tudjuk. Tehát, kinyitottuk a, a kaput, de hogy úgy érzem, hogy titeket ez megvisel. Mit azt tudtok a... kezdeni ezzel? Én nem tudtam választani, hogy celebb legyek-e, vagy nem vagy ismert ember, mert engem ebből bedobtak. Azért nekem Magyarországon, meg szerintem a világon is, azért nem hétköznapi életem van, tíz éves korom óta mondhatom azt, hogy telebb vagyok. És ebben nőttem fel egy ország szeme előtt, ezáltal én nagyon jól megtanultam ezt kezelni, mert ezért ahhoz kell egyfajta mentális érettség, hogy ezt tud kezelni. Másrészt a társadalom felelősségvállalás. Nagyon-nagyon fontos, hogy tényleg te mit mondasz, főleg ugye már most a social media világába, mit közvetítesz az Instagram modon, milyen ö, képeket jelenítesz meg, és mivel próbálod ö, a követőid számára azt, mut, azt a példát mutatni, amiért ők téged kedvelnek, vagy effektív nem, mert ugye az még jobban megnéz, aki nem kedvel. És én arra jöttem rá, hogy itt ö, az embereket úgy kell kezelni, hogy mindenkit egyenlőképpen, aki nem szeret, nem szabad beleállni, aki szeret, aznak is ugyanúgy meg kell adni a tiszteletet, hogy egy köszönömöt adsz. Meg annak is, ugye, hogy most írja, hogy nem nem jó ez, hát oké, okay, hát most nem lehet görges tovább. És <laughs> ezzel azt szeretném mondani, hogy emberinek kell maradni. Mert ennek ez a kulcsa, ha emberi vagy, és mutatod neki, hogy te is egy érző ember vagy. Neked is lehet rossz napod, vagy esetleg nagyon jó, amikor úgy cselekszel, ezt azért kellő toleranciával és intelligenciával meg fog érteni az ember. De hogyha emberi vagy, az a kulcs szerintem. Evelin, elérkeztünk oda, ahol te kérdezhetsz tőlem egyet. Miért gondoltad azt, hogy nekem helyem van a műsorodban? Egyrészt egy nagyon-nagyon okos, mélyérzésű lánynak láttalak, éreztelek. Második az, hogy úgy gondoltam, hogy olyan üzeneteket tudsz közvetíteni másképp, mint ahogy eddig tetted talán. Én szívből remélem, hogy, hogy hangzott el olyan, amit eddig nem mondtál. <laughs> Igen, abszolút. És a harmadik az az, hogy, hogy én egy esélyt láttam benne, hogy oké, okay, hogy egy másik arcodat, tehát a lelkednek egy másik mozzonatát bemutassuk, de hogy tanuljanak ebből sokan, akik akarnak, és ahogy te mondtad, akinek nem tetszik meg, görgessen tovább. De hogy alapvetően a bölcsességedet szerettem volna megmutatni, és, úgy gondolom, hogy, hogy egy nagyon értékes ember. nagyon van. szépen köszönöm. Köszönöm szépen. És nagyon fontos, hogy tud, hogy nem azért hívtalak meg, mert celebnek tartalak, mert... Nálam celebnek lenni kicsit mást jelent, mint nálad, én nem tartom magam úgy szeretnek. Hanem, hanem azért hívtalak meg, és hívtunk meg a kollégáimmal, mert, mert olyan értékek vannak benned, és úgy szólalsz meg, hogy másokhoz eljut, és el kell, hogy jusson az a sok jó, amit mondasz és gondolsz. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél. Hát én el. köszönöm a lehetőséget.